erős, hiteles, független szakmai szervezetté vált az elmúlt 35 évben a VOSZ. Komoly tudás, tapasztalat és kapcsolati tőke halmozódott föl. Így kezdte nyitó beszédét Eppel János a Magyar Vállalkozók Napja ünnepségén. A VOSZ elnöke arról számolt be a nagyszabású rendezvényen, hol tart most a szövetség, amelynek elmúlt éveit komoly összefogás jellemzi. Közösségben élni, alkotni, dolgozni lehet, igazán ott teljesedhet ki az ember, és gyakorlatilag a közösségek minőségén és erején múlik egy társadalom, egy nemzet, egy országnak az ereje és a sikere és a fejlődés. Ebben pedig a vállalkozók, mint a gazdaság szereplői, ezért meghatározó szerepet játszanak nagyon-nagyon sok ponton. Tehát a közösség az mindig ott, akár beszélünk róla, akár nem, az mindig ott van, és mindig közösségről, közösségben beszélhetünk. Az együttműködés az egyébként is egy fontos elvünk. A VOSZ vármegyei elnöke szerint a jövő számos fejlődési lehetőséget tartogat számukra. A rendszerváltás előtt is már tulajdonképpen a vállalkozások segítésén volt a fő hangsúly, de a jelenlegi gazdasági környezetben, tehát a eddigi tapasztalatokat ugye, tehát felhasználva, azt gondolom, tehát a közeljövőben egy új fejlődési pályára kerülhet a vállalkozások megsegítésében és a vállalkozások fejlesztésében és szolgáltatás tekintetében, tehát a Vállalkozók Országos Szövetsége maga a VOSZ. Varga Mihály pénzügyminiszter a vállalkozók jövő évi lehetőségeiről, kedvezőbb helyzetéről számolt be az ünnepségen. Már látszanak a magyar gazdaságban a gyógyulás jelei, az egyensúlyi problémák oldódnak meg, külkereskedelmi mérleg pozitívumban van, folyófizetési mérleg hiánya szinte el fog tűnni ebben az esztendőben. Energiaárak, ne kiabáljuk el, konszolidálódtak, ha még nincsenek is a pandémia előtti, háború előtti szinten, de azért jelentősen csökkentek a tavalyi évhez képest. Tehát összességében egy kedvező folyamat indult el, és mellette azt látjuk, hogy a növekedés elemei, a kisebb mértékű infláció, a kisebb kamatok segíteni fogják azt, hogy a következő évben beruházásra vagy fogyasztásra lehessen költeni. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy összefogásra van szükség a szervezetekkel, a szakmákkal és a kormánnyal. Orbán Viktor miniszterelnök pedig reményét fejezte ki, hogy a vállalkozók sikeresek lesznek, és ebből az ország felemelkedése, a közhaszon növekedése áll majd elő. Hozzátette, politikai vezetők felelőssége és munkája, hogy ezt úgy fogják össze, hogy a vállalkozók magánsikere az egész ország sikerévé váljon. Az eseményen a Gazdaságfejlesztési Minisztérium újonnan alapított magyar vállalkozói nagydíját Posztumusz Demján Sándornak, a VOSZ örökös elnökének ítélték.